bizonyos tünetek összefügghetnek előző generáció életével, az ott elszenvedett traumákkal, és hogy ezt nevezzük transgenerációs transmissziónak, átadásnak és transgenerációs tüneteknek. Mi van akkor, honnan tudhatja valaki, hogyha nem ilyen beazonosítható a felmenőitől kapott örökségnek a lenyomata, csak magán érzi azt, hogy valami nem oké. Honnan tudható ez, hogy ez egy transgenerációs megnyilvánulás, és mit lehet ezzel kezdeni? Akkor kerülnek szóba a transgenerációs tünetek, amikor valami ilyen tünet vagy tünetcsoport semmiképpen nem magyarázható, vagy nem találják az okát a jelen életbe, a páciensnek, hogy a páciensnek a múltjában nincs meg. Akkor fölmerül a transgenerációs eredete a dolognak. És ebből kiderül, hogy mindenki traumatizált. Mindannyiunknak az életében ott vannak a traumák. A magyar lakosság elhízott. A magyar lakosság, ezt tudjuk, átlag életkora 10 évvel alacsonyabb mondjuk a japánéval. 10 évvel? 10 évvel, igen. 10 évvel. Nagyon rosszul állunk. Mostanában egyre inkább azt mondják, hogy nem a agyunk a létezésünk központja, hanem a szívünk. A szívbe és a szívből sokkal több információ megy, mint az agyba és az agyból. Tehát csak másfajta információk, nem idegi információk, tehát hogy nem a félelemet hozza, hanem milyen bölcsesség rejlik a traumába, és ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Mert hogy akármilyen nehéz trauma, ki tudunk jönni belőle, csak nagyon-nagyon kell vele foglalkozni, és megtaláljuk a bölcsességet a traumába. Szeretettel üdvözöllek titeket, ez a Teremtsd Újra Önmagad beszélgetés sorozat. Ez alkalommal vendégünk dr. Parádi József, aki pszichiáter, pszichoterapeuta. József, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Örülök itt lenni. Nagyon nehéz témát fogunk most érinteni. Egyébként hasonlóképpen ahhoz, mint amikor egy előző alkalommal már voltál itt a stúdióban, és egy kerekasztal beszélgetés keretein belül is ilyen fajsúlyos témákat érintettünk. Ugye ez alkalommal abban maradtunk, hogy a transgenerációs örökségekkel többek között ezzel fogunk foglalkozni. Először is megköszönöm, hogyha segítesz abban, hogy definiáljuk ezt a fogalmat, hogy mit is takar ez a transgenerációs transmisszió, vagy transgenerációs örökségek, mert okkal, hál' Istennek manapság sokat foglalkoztatott téma, és sok mindenre választ találhatunk benne. Úgyhogy szeretném, hogyha a beszélgetésünk első részében ebbe ásnák bele magunkat. Igen. Mondtad, hogy pszichoterapeuta vagyok, és pszichoterapeutaként bizonyos tüneteknek az eredetét vagy okát az embernek az élettörténetében szoktuk keresni. És meglepő az, hogy sokszor nem találtuk ezt, és akkor kiderültek olyan dolgok, hogy bizonyos tünetek összefügghetnek előző generáció életével, az ott elszenvedett traumákkal, és hogy ezt nevezzük transgenerációs transmissziónak, átadásnak és transgenerációs tüneteknek. A te személyes életedben milyen ilyen típusú összefüggéseket véltél felfedezni? Én nem tudományosan kezdtem ezzel foglalkozni, hanem egyszerűen rádöbbentem az életembe. 2012-ben megismerkedtem, aztán szerelembe estem egy orosz hölgyel, és ő Jekatyerinburgban lakott. Én előtte nem voltam soha nős, ennek ellenére 3 gyerekem született 2 hosszú élettársi kapcsolatból, és ilyen meglepő módon egyszer csak elvettem feleségül. Magam is meglettem ezzel a dologgal, és mikor már feleségem volt, Jekatyerinburgban lakott, akkor elővettem apámnak, mert ugye emlékeztem, apám mesélt Jekatyerinburgba, ő Donkanyarba esett fogságba, és 10 évig ott volt hadifogságba. És elővettem azt a 6 kazettát, amit rám hagyott. Hát, hogy ő mesélt neked ezeken a hanganyagokon az életéről. Mesélt az életéről, és meghallgattam még egyszer ezt a hanganyagot.
És kiderült, és ez volt az első ilyen döbbenet számomra, hogy Jekatyerinburg körül, ahol Julenka, a feleségem lakott, 5 hadifogolytáborban volt, összesen 8 hadifogolytáborban volt a 10 év alatt Oroszországban. És ebből 5 ott volt. Hát egy ilyen 500 kilométer sugarú körön belül, hát 500 kilométer Oroszországban, ekkora 500 kilométer. Tehát, hogy nagyon közel voltam ehhez, és hát ez már ledöbbentett, hogy miért pont oda kerültem, és miért pont ilyen körülmények között házassággal. És ezzel ugyanakkor pedig jelentkeztek tüneteim. Jelentkeztek olyan tüneteim, hogy az első, ami megdöbbentő volt, az Achilles-ín fájdalmaim. Amivel elmentem ide-oda, meg akarták művel levenni a sarokról, csontról egy kis darabot, mondtam, hogy nem. Aztán szívritmus zavarom jelentkezett. Aztán, amikor ott voltam Jekatyerinburgban, a jobb szemem állandóan bedagadt. Hát ezt nem vettem komolyan, de aztán egyre... Aztán a bal fülem egyszer csak hirtelen jött egy ilyen nagy forgó jellegű szédülés, illetve bal fülemre hallás csökken. És kiderült ezekből a kazettákból, hogy meséli apám, hogy amikor gyalogoltak, 20 napig gyalogoltak, miután fogságba estek, fújt az északi szél, és befagyott a jobb szem. Ez csak ilyen, így, mint egy mindennapi történetet mesélte. Befagyott a bal füle. Ez már ilyen nagyon gyanús volt, hogy atya úristen, nekem meg pont ezek a tüneteim volt. És aztán megjelentek mindenféle ilyen, most a körmeim teljesen rendben vannak, de hogy ilyen feketedések meg ilyen dolgok jelentkeztek rajta. Tehát, hogy ezek a tünetek, és ezt mesélte ezen a kazettán, hogy amikor megérkeztek a 20 nap gyaloglás, 10 nap vonatozás után, akkor hát nagyon rossz állapotban volt. Ott már egy idő után volt katonaorvos, heti egyszer megjelent, és hát apámat is, az annyi volt a vizitnek az eredménye, hogy azt mondta a katonaorvos, hogy ezeket vigyék a haldoklók közé, és egyszer apámat is elküldték a haldoklók közé, és hát mesélte ezen a kazettán, hogy hát alig ketyegett a szívem. Egyszer vert egyet, aztán abba hagyta, tehát leírta a maga nyelvén a szívritmus zavart, ami szintén nekem volt. Na hát így ismerkedtem meg a transzgenerációs tünetekkel, amely érdekes módon nem sokat tudtunk így orvosilag tenni vele, de ahogy elváltam, és megírtam az apám könyvét, mert hogy még ennyi tartozik a történethez, hogy pont a akkor volt a Donkanyarnak a 75 éves évfordulója, és annak kapcsán volt egy pályázatot, nyertem, és megírtam a Túlélő című könyvet apámról. Ez itt is van egyébként, az előbb kaptam tőled egy példányt, úgyhogy ezt szívesen meg is mutatom így a kamerába, hogy az említett igen. Könyv, az említett téma kapcsán, ugye, tehát akkor az édesapád történetét a veled való felismerések, összefüggések, amiket az imént meséltél, leginkább ezek a heuréka élmények, hogy atyaék, hát édesapám ugye ezeket hagyta hanganyagon, és magadon pedig testi tünetek formájában véltett felfedezni. Ezeket örökítetted meg ebben a könyvben, ezeket a felismeréseket. Igen. Hát meg hát egy könyv azért szól többről, tehát hogy apám azért említette, hogy átfiam, hogy nem csak éhség, meg szenvedés volt, egyszer még szerelmes is voltam a 10 év alatt. Úgyhogy hát minden könyvbe kell szerelemnek lenni, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert ez az első ilyen könyvem, és hogy az volt az érzésem, hogy a sejtjeimből bányáztam elő a történetet. Tehát ennyi alapján, ennyi adat alapján, hogy még szerelmes is voltam, ennyi volt a történet, hogy megjelent a szerelem képe, tehát képeket kezdtem el látni. Ebben segített az, hogy
hogy sokat voltam ott, nem költöztünk össze a feleségemmel, hanem én mentem 4-5-szer Jekatyerinburgba, ő jött 3-4 Budapestre, és hát ott megtapasztaltam ezt a, hát 40 fokig nem jutottam el, sose, 38, mínusz 38 volt a legtöbb, de hogy az is, tehát az a atmoszféra, ami ott van, előhozott dolgokat belőlem, és előhozta például ezt a szerelem történetét is, ahogy azt leírtam a könyvbe. És hát azt a legfontosabb, hogy hogyan lett ő túlélő. És hát az is egy ilyen érdekes, hogy mitől lesz valaki túlélő. Erről azóta is sokat írtak. Hát van egy-két jellegzetesség, amit így megtaláltam apámnál is, hogy azok, akik tudnak úgy jelen lenni ilyen nagyon nehéz helyzetbe, hogy odafigyelnek másokra, empátiásak, tudnak humorral viszonyulni a dolgokat. A koncentrációs táborban is sokszor írták, hogy ez... Így van, így van. Hát a Pió atya is, nem Pió atya, hanem másik atya, és ugyanezeket írja le. És ezeket találtam meg apámnál is. Tehát, hogy ő mikor hazajött fogságból, ő folyamatosan ebbe az állapotban volt már, mint hogy ugyan gyerekek. Bármi probléma volt, ugyan gyerekek. Volt már mínusz 40, és mi ez ahhoz képest. Tehát, hogy egy ilyen derű, és hogy mindenen túl tudunk jutni című hozzáállás. Na, menjünk vissza, kérlek szépen. Igen. A transzgenerációs örökséghez. Dehogy is. Imádom, amilyen átéléssel mesélsz ezekről az élményekről. Itt azért terelem vissza csak a fókuszt, mert biztos vagyok benne sokakat foglalkoztat ez. Egyrészt, hogyha valaki ebben a videóban hall először erről az egész jelenségről, és hol van az a határ, ahol egészségesen tudja mondjuk azt felmérni, hogy ezek a transzgenerációs örökségek milyen jelenkori hatást gyakorolhatnak az egészségállapotára, mentális képességére. Tehát most arra gondolok, hogy van ennek egy hozadéka, ez hogyan kezelhető, illetve hol van az, ahol meg azt mondjuk, hogy akár még ez a felelősséghárítását is jelentheti. Tehát most gondolok arra, hogy mondjuk az öröklött dolgok, azok kapcsán én azt mondom, hogy hát én így nem tudok semmit csinálni, mert ez van a batyumban. Tehát te például mit tettél ezekkel a dolgokkal, vagy automatikusan elmúlt, vagy hogyan dolgoztad meg terápiás munka folyamatán? Tehát mit lehet tenni akkor, hogyha valaki ezeket a transzgenerációs, transzmissziós mintákat saját magán felismeri? Illetve még egy kérdést behoznék, aztán utána átadom neked a szót, csak így egy csomagba fogalmaznám talán össze, hogy nagyon sokszor, ugye ez 7 generációig mondjátok, hogy ez a transzgenerációs örökség gyakorlatilag a felmenőknél akár ilyen mélységig is nyúlhat, és nem csak egyeneságon, hanem nagybácsi, nagynéni, mindenfele. Na most mi van akkor, hogyha egy családban némaság övezi a múltat, és azt sem tudjuk valójában, mint ahogy te most az édesapáddal a hanganyagok kapcsán összeraktad ezt, hogy hát pont az a lokáció, pont azok a süvített a szél, és megjelennek rajtad ezek a szomatikus tünetek, de mi van akkor, hogyha valaki csak azt érzi, hogy valami nem oké, viszont nem tudja így felgöngyölíteni ezt a részét, hogy kiderítse, hogy igen, az anyukádnak volt egy testvére, akinek a nagyapjának a nem tudom, akkor mi a teendő, vagy hogy mit lehet ezzel az egész transzgenerációs örökséggel kezdeni? Hát nem kevés kérdést tettél fel. Figyelj, én azt gondolom, hogy ez most egy nagyon akut téma. A világhálón, az emberek fejében bejött a köztudatba ez a transzgenerációs örökség, viszont én úgy érzem, hogy ilyen ingoványos talaj, és most egy ilyen massza van az egész körül, és nagyon örülök, hogyha szépen sorba elkezdünk ezen végigmenni, az ilyen lelkesedésem hajtott az előbb, aminek köszönhetően lehet, hogy 5-8 kérdést így gyorsan átadtam neked, de ha akarod, úgy kényelmesebb, akkor szétszedem. Megállt parancsolok magamnak, és akkor azt mondom, menjünk szépen sorba. Tehát nézzük meg, menjünk visszafele. Nézzük meg akkor kérlek szépen, József, azt, hogy mi van akkor, honnan tudhatja valaki, hogyha nem ilyen beazonosítható a felmenőitől kapott örökségnek a lenyomata, csak magán érzi azt, hogy valami nem oké. Honnan tudható ez, hogy ez egy transzgenerációs megnyilvánulás, és mit lehet ezzel kezdeni?
Hát itt be kell hozni a trauma kérdését. Ugye, ami az utolsó 10-15-20 évnek a nagy hozama az, hogy elkezdtünk foglalkozni a pszichiátriába, pszichológiába, traumákkal, ami korábban nem volt ennyire előtérbe, és ebből kiderül, hogy mindenki traumatizált. Mindenki traumatizált. Mindannyiunknak az életében ott vannak a traumák. Na most itt bejön a pszichoterápia, tehát hogy a pszichoterápia onnan indul, hogy oké, rendben van, nézzük végig az életet, vannak bizonyos tüneteid, ez és ezek a tüneteid, és hogy ezek honnan származnak, és azzal foglalkozva a tünet feloldható, el lehet jutni a megbocsátásig. És akkor kerülnek szóba a transzgenerációs tünetek, amikor valami ilyen tünet, vagy tünetcsoport semmiképpen nem magyarázható, vagy nem találják az okát a jelen életbe, a páciensnek, vagy a páciensnek a múltjában nincs meg. Akkor fölmerül a transzgenerációs eredete a dolognak. És hogy ez mindenképpen egy nagyon fontos tényező, azért is, mert hogy tehát, hogy egy nagyon fontos tényező, és hogy így az előbb említette egy olyan dolgot, hogy akkor nem tudunk vele mit csinálni, dehogy nem. Tehát, hogy éppen az, hogy... Attól, hogy az eredet nem beazonosítható. Nem az, nem az én életemben van, hanem az én... De lehet, hogy éppen az a feladatom, hogy azt a dolgot én magam az utódként befejezzem, ahogy említetted a generációkat, a hetedik Ziglen, hogy hetedik Ziglen megy tovább. De hogy a hogy ne menjen még tovább, az az én dolgom, vagy már az ötödik generáció megtehetné, hogy igen, én ezzel foglalkozom, hogy van ez az én családom életébe, és hogy én nekem jutott az a sors, hogy ez valamiképpen megszűnjön, hogy az én gyerekeim ez ne menjen már tovább. Nekem nálam ez volt a nyomógomb egyébként, József. Az volt, én... Így mentem el terápiába, hogy pont ez volt, hogy ha én nem dolgozom meg ezt, akkor garantáltan továbbadom, sőt, jó eséllyel még erősebb intenzitással megy tovább a generációkon keresztül. Azt nem tudom, hogy erősebb intenzitással. Nálam mindenképpen hatásos volt ez a megközelítés, bármilyen alapja van, vagy sincsen. Én azonnal azt mondtam, hogy én a fiaimnak nem akarok semmiért továbbadni, és akkor inkább egyébként is szívesen dolgozom magamon, de ez volt a nyomógomb, amire azonnal igen mondtam. Igen, én is egyszer kitettem egy olyan képet, hogy a fiaim, nekem is 3 fiam van, ott kezdik, ahol én befejeztem. Tehát ezt a feltáró munkát, mi van ebben az életben, mi van az őseim életében, és amit én meg tudok oldani ebből, azt már nem kell őnekik tovább vinni. Kérdezted azt is, hogy mit lehet ezekkel csinálni? Igen. Tehát, hogy ezek nagyon, nagyon fontos dolgok, mert hogy egyrészt azt gondolom, hogy nem kell megijedni tőlük. Már bocsánat, de hogy a félelem az nagyon-nagyon rontja a dolgot. Tehát, hogyha azt tudom, hogy ezt apám, ezeket a tüneteket ott még 20 napig gyalogoltak, meg 10 napig vonaton voltak, úgyhogy a 70 emberből, aki oda beszállt abba vagomba, 10-15-en tudtak kiszállni, a többi ott maradt halottan. Tehát, hogy apám ezt túlélte. Én nekem már, ő már megdolgoz, én nekem már csak jelzésként jutottak ezek a dolgok, hogy emlékezzek rá, illetve dolgozzam azokkal a dolgokkal, amikről még nem tudok ilyen direkt transzgenerációs tünetek formájába. Tehát, hogy az első dolog, hogy nem megijedni tőlük, hanem, és nem félni tőlük, és nem bocsánat, gyógyszert szedni rájuk, vagy hogy én elmentem egy ortopédushoz Achilles-in fájdalom miatt, és azt mondta, hogy hát nagyon rosszul áll ez a sarokcsont, levágunk egy kis darabot belőle, akkor jobban tud működni az Achilles-inad.
És hogy ugye hát az orvoslás sok mindent így megold fizikailag, vagy megoldani vél. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt jön az ember saját felelőssége, hogy tornáztatni valamiképpen ezeket az akilleszíneket, foglalkozni velük, megdolgozni ezt a dolgot. Azóta is időként előjön, akkor gondolkozom rajta, hogy mit is mondanak nekem ezek a tünetek. Mit üzennek? Mit üzennek a szenvedésről, a szenvedéssel való tennivalómmal. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy az élet az csak ilyen gyönyörűség és csak boldogságból áll, hanem meg kell időnként a szenvedéssel is barátkozni, és hogyha fejet hajtok az őseim szenvedése előtt, arra is utalhat egy ilyen Achilles fájdalom. És egyáltalán az emberiség szenvedése előtt, mert vissza arra, hogy én már ne okozzak annyi szenvedést, mint amennyit okoztak generációk egymásnak. A traumák kapcsán mondtad azt, hogy alapvetően mindegyikünk érintett ebben, hogy vannak bizonyos traumáink. Itt a kezelés szempontjából egyáltalán van annak József jelentősége, hogy ezt gyermekkorban, korai években szedtük magunkra, vagy szedtük össze ezeket a traumákat, vagy esetleg transzgenerációs örökségről van szó. A feldolgozás a kezelés szempontjából kérdezem, hogy van-e értékeltő különbség. Mert ha esetleg nem, de ezek szerint igen, mert ha nem, azzal akartam folytatni, akkor meg majdnem mindegy az eredete. De hogyha van, akkor kíváncsian figyelem, hogy... Akkor kezdjük a transzgenerációssal. Ott arról azt gondolom, hogy a transzgenerációsnak, amit az előbb elmondtam, hogy azt megszenvedték az előző generációban lévő, akiktől hozzuk, és hogy nekünk már könnyebb ezzel kapcsolatos dolgunk. Na most az ez életben szerzett traumák, persze, hogy nagyon fontos, hogy mikor. Mikor egy éretlen gyermeket ér valami trauma, például a gyermekkori abúzusok. Az egy életre szóló nehézséget okoz, és hát ez is egy ilyen döbbenetes, ez egyik nagyon fontos könyvben olvastam, hogy még a 90-es években is megkérdeztek amerikai pszichiátert, hogy mondja, a gyerekkori abúzus az a kell foglalkozni, az fontos. Azt mondja, nem, az a kinövik a gyerekek. Tehát, hogy ez volt a hozzáállás. Miközben tudjuk, hogy egy gyermekkori abúzus, egy gyermek lánynak, picike lánynak, ugye, aki csodálatos, néz bele a világba, és sugárzik, és gyönyörű, annak egy ilyen szexuális traumát, teljesen összezavarja, nem tudja, hogy ez a szeretett ember miért adja a kezébe a fütyülőjét. Tehát, hogy egy döbbenetes összezavarodik tőle teljesen. Zavart hozza. És erről írt egy nagyszerű cikket, ami Ferenczi Sándorunk, az a nyelvzavar a felnőttek és a gyermekek között, amiben azt írja le, hogy igen, a gyermek még ilyen erotika nélkül csodálatosan tud közelíteni a felnőtthöz, és csodálatos, és a felnőtt meg ezt félreérti, erotizál, hogy szexualizálja, és szexuális csábításnak éli meg. Ez volt a Freuddal kapcsolatban is az első ilyen hulláma a traumával való foglalkozásnak, az a Freudtól származik, és a Breuertől, akik azt tapasztalták, hogy a hisztéria hátterében a gyermekkori traumák vannak. És meg nem dolgozott traumák. Igen, és hogy amikor ezt elmondta egy ilyen helyi pszichológiai körbe, akkor föl voltak háborodva, hogy erről nem szabad beszélni, mert hát mit szól ez a bécsi közösség arról, hogyha ilyennel gyanúsítgatják őket, hogy apák megerőszakolják a kislányaikat. És hát az a gond, hogy ugye Freudnak nagyobb súllyal esett latba az ő renoméja, mint az igazság. Úgyhogy visszavonta ezt a trauma elméletet, mely szerint a szülők is azt mondta, hogy nem, ez a gyermeknek a fantáziája. És hogy így könyvelődött el, pedig hát nagyon mélyen és nagyon jelentősen foglalkozott ezekkel a traumatikus nőknek a traumatikus élményeivel.
és hogy így aztán egy kicsikét visszaszorult és feledésbe merült az első világháborúig, amikor jött a második hullám a traumákkal foglalkozó, a gránátsok, meg ezek a dolgok. Mert hogy ugye a háború megint csak a legdöbbenetes trauma az ember életében, hogy megy a katona, és akkor oldalt néz, és látja, hogy barátjának a fejét levitte. Szóval sok ilyen, rengeteg ilyen történetet hoznak, és hogy még az első világháború, sőt a második világháborúban is azt mondták, nem volt igazándiból elfogadott az, hogy ez a sok, ez a trauma olyan lehet, hogy kihat egy életre, egy életre megbetegíti az embert, és hogy tulajdonképpen a vietnámi háború volt az első, ami után jöttek haza ugye a veteránok, és hogy azoknak a 60%-a vagy drogos, vagy alkoholista lett. Posztraumás lesz. Igen. És aztán akkor kezdtek el igazándiból úgy foglalkozni vele, és akkor jött be ez az EMDR is, és egyéb ilyen terápiás eljárások, amelyek már igazán tudtak segíteni ezeken a prosztagmás... A pszichoterápia, mint módszer, akkor a segítségre lehet a transzgenerációs örökségek kezelésében? Hogyne, mindenképpen segítségre lehet, és ugyan a traumák kezelésében is. Tehát, hogy a pszichoterápia... transzgenerációs örökség az nem nevezhető traumának? Akkor arra gondolok, hogy mondjuk ennek lehetnek szomatikus tünetei, mint például neked volt az Achilles-eddel, de sokat lehet ilyet hallani, hogy értetlen légszomj, vagy 30 fokba jéghideg a keze, tehát hogy ilyen típusú testi tünetek is megjelenhetnek, de emellett lehetnek ennek lelki megnyilvánulásai is, azt gondolom, hogy egy ilyen transzgenerációs örökség. Persze. Tehát, hogy mind a lelki... Igen, tehát, hogy például így foglalkozva az én saját történetemben, mert hogy anyámmal kezdtem utána, miután apámat megírtam, foglalkozni, ő meg, ugye apámról mondtam, hogy ő egy derűs, vidám ember volt, 90 éves korában halt meg, ezzel szemben anyám... Édesanyám beteges volt. Meg az. Életében minden betegséget összeszedett, és hát rájöttem, hogy ő pedig hát 20 éves volt a háború alatt, 20-25, és hogy ugye tudjuk, hogy 100 000 magyar nőt erőszakoltak meg a szovjet katonák, és hogy ezen valószínűleg ő is, bár erre nincs direkt utalás, csak annyi, hogy eltűnt 3 napra a temetőbe. Tehát ott valami nagyon-nagyon-nagyon komoly dolog történt, és hát ezt is így magamból kibányaszva jöttem rá, hogy mi is történt ott. Tehát, hogy csak hogy ide is visszatérve, tehát, hogy igen, ezek a traumák, a hangulatra, édesanyám mindig egy panaszkodó, rossz hangulatú valaki volt, aki negatív volt minden vonatkozásban, tehát, hogy mindenről a rosszat gondolok. Ami a traumával abszolút összefügg, hiszen... pesszimista szemléletet hozott. Igen, a trauma egy olyan dolog, hogy egy váratlan, kiszámíthatatlan valami, ami történik, és ezek után az ember erre áll rá, hogy gyanussá válik minden, tehát, hogy ez lesz az élethez való alap hozzáállás. Tehát, hogy amit tapasztaltam édesanyámnál. Még ennél a témánál maradva, visszamenve azon a fűzéren, amit mondta, hogy boncoljunk szét, egy elemre térnék ki mindenképpen, itt pedig továbbra is maradva így a transzgenerációs mintáknál, hogy amikor ez így ilyen felkapottabbá vált, akkor ott olybá tűnt, mint hogyha egy kicsit a determinátnak vennénk dolgokat, és azt vennénk, hogy mivel ez egy valós, egy akut dolog, hogy vannak ilyen transzgenerációs minták, örökségek, ez az életünk része, ezáltal feltehetjük a kezünket, hogy a szabad akarat, az, hogy mi tudjuk mondjuk a testünket gyógyítani, hogy mi hatással lehetünk arra, hogy milyen életminőséget élünk, akár szemléletmód szempontjából is. Ugye nagyon finoman fogalmazva szertágazóak a kutatási eredmények, azt gondolom ezen a téren,
most nem is a transzgenációs mintára, de azzal összefüggésben az, hogy genetikailag mennyire örökölt az, hogy milyen erős a boldogságra való hajlamunk. Volt egy kutató hölgy, aki azt mondta, hogy minimum 50%-ban determinált, hogy amikor mi megszületünk, akkor mennyire van esélyünk arra, hogy ilyen, nem is azt mondanám, hogy boldogan, derűsen éljük az életünket, vagy mennyire azt hoztuk, hogy ez már előre megvan írva, és én egy ilyen búval béleltebb típus leszek, vagy mennyire van itt a szabad akaratnak jelentősége annak, hogy én ezt tudatosan, terápiás munkával, kognitív módszerekkel, különböző eszközöket használva felül tudom írni, és igenis tudok egy olyan ilyen érdemes életet teremteni, ahol nem mindig csak felhős az ég, hanem igenis lehetnek benne örömteli pillanatok. Igen, hát két dolog ezzel kapcsolatban. Az első dolog az, hogy igen, ez az 50%, ez lehetséges, de akkor is ott van 50 másik százalék játékterem nekem. És hogy hogyan tudom ezt az 50%-ot maximálisan kihasználni, és annak ellenére, amit hozok, annak ellenére egy boldog, amennyire lehetséges, boldog életet élni. Tehát erre nagyon-nagyon-nagyon nagy lehetőség van. Nem tudom, hogy ugyanarra gondolsz-e, én a Lyubomirszky boldogság könyvére gondolok, igen. És aki erről ír, hogy hogyan lehet a maradék játékterünket a lehető legjobban a boldogság irányában kihasználni. A másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy ezzel az örökséggel is dolgunk van. Tehát egyrészt fölfedezni, amit már az előbb is beszéltünk róla, fölfedezni, hogy mik is ezek az örökségek, hogy van. Tehát, hogy van egy másik megközelítés, hogy nem véletlenül, és hogy én nekem ez sokat hozott, hogy nem véletlenül jövünk ahhozokhoz, a szülőkhöz, akikhez jövünk. Ott nekünk dolgunk van. És hogy emiatt nagyon-nagyon fontos, nagyon sok olyan kliens kerül hozzám, aki megtagadta a szüleit, nem mert csúnyán viselkedtek, mert ami érthető, hogy megtagadta bizonyos szempontból, de én mindig afele viszem, hogy vegye föl a kapcsolatot a szülővel. Hozzá rendbe, hogy amennyire lehet. Amennyire lehet, igen, mert hogy ő neki azzal dolga van, nem törölheti ki, tehát hogy nem véletlenül jött ahhoz a szülőhöz, akihez jött, tehát hogy ott a dolgát ő neki meg először is fel kell fedezni, hogy mi a dolgom ezzel. Lehet, hogy éppen az, hogy megbocsássam mindazt, amit csinált velem gyerekkoromban, és egyszerűen ott hagyott, még a neve is se adta nekem. Tehát, hogy eljutni odáig, hogy én legyek a megbocsátó fél, és hogy felfedezzem általa azt, hogy milyen transzgenerációs dolgaim vannak a világban. Tehát ez a másik 50% is dolgot ró rám, tehát nem kevés a dolgunk. Miközben pedig történnek ugye az újabb és újabb traumákat nyomunk egymásra. Tehát most itt volt ez az afganisztáni kivonulás, és hogy kiderül, hogy a hazatérő katonák, nem tudom, naponta hány lesz belőle öngyilkos. Tehát, hogy játsszák ezt a sok-sok filmet a bátor katonákról, és hogy nincs benne még mindig a televízióba, a filmekbe az, hogy minden háború égtelen sok traumát okoz. Abba kell hagyni. Ezt nem lehet csinálni tovább. És ez megy tovább generációkon, tehát nem csak ebben a mostani korban. Egy éles váltással, az infarktussal szeretném, ha foglalkoznánk, ami olyan erősen érint téged, hogy könyvet is írsz róla ebben a témában. Mi a te személyes élményed, megélésed, ami arra ihletett, hogy ezzel a témával foglalkozz? Mert az ugye behozza az anyai vonalat is, amire már utaltál, hogy édesapád öröksége az, hogy nyilvánult meg nálad ilyen transzgenerációs, transzmissziós mintaként, és az édesanyáddal is van egy ilyen később felfedett kötelék, hogy ez hogyan működik. Igen, tehát az infarktussal kapcsolatban igen, szintén személyes élményem volt, és hogy hát úgy történt, hogy az édes apám könyve után, amiben nekem az volt a legnagyobb élmény, hogy az írás a szüleinkről az nekem nagyobb élményt jelentett, mint bármelyik pszichoterápia.
Tehát, hogy nagy, ahogy... Ez is egy terápiás munka, nem? Persze, persze. Ezért amikor befejeztem a édesapám könyvét, akkor ki akartam tenni a Facebookra, hogy mindenkinek kötelező megírni az apjának és az anyjának a történetét nagyon mélyen. Nem tettem ki, de én magam elkezdtem írni az édesanyámnak a történetét, aki pedig, ahogy már említettem, nagyon beteges volt, epilepsziája volt, miaszténiás, szemhéjcsüggése, neurotikus volt, depressziós volt sokszor. Nagyon szerető ember volt, tehát, hogy szeretett bennünket, gyerekeit, de hogy mindig panaszkodott, és hogy egy kicsikét azt gondolom azért is lettem orvos, mert meg akartam érteni, mi van itt. És akkor így nagyon fölcsillant a szemem, megírom anyám történetét, akkor itt is megértek valamit. És hogy az történt, hogy azzal számoltam, hogy itt is, akkor már tapasztalatom volt az édesapám apám könyvének megírása kapcsán, hogy jönnek majd a transzgenerációs tünetek. Elkezdtél szomatizálni? Ott tartottam, hogy elkezdtem félni, hogy milyen tünetek. Nem, az édesapádnál elkezdtél szomatizálni. Igen, hát megjelentek ezek az Achilles és egyebek. És itt is elkezdtem félni, hogy Jézus Mária, jön nekem az epilepszia, meg ilyesmi. És nem ez jött, hanem édesanyám az 68 éves korában halt meg egy műtét közben, amikor egy csípőprotézis műtéten esett volna át, és szívinfarktust kapott. És én 68 éves koromban szívinfarktust kaptam. Ugye ezt mondják, hogy ezek az összes nem véletlenek. Tehát arra nem számítottam, hogy pont a legnehezebb dolog jön, a szívinfarktus, mint transzgenerációs dolog. Most ezt macskakörömben mondom, mert azóta is ezen gondolkozom, hogy ez mennyire transzgen, mert nekem is van azért ehhez közöm, ehhez a szívinfarktushoz. De hogy igen, tehát 68 éves voltam, és hát az volt azért ami hozta azt, hogy én amikor már túlestem rajta, még annyi tartozik hozzá, hogy amikor édesanyám szívinfarktust kap, akkor még nem volt stentelés, ez a, amikor is bevezetik. Bevezetik a koronária érbe egy katétert, és annak a végén van egy kis háló, ami akkor kipattan és kitágítja azt a beszükült részt. Fantasztikus. Aki ezt kitalálta, az Isten kezét fogta szerintem. Mert ez elképesztő, hogy milyen azóta életek ezreit, tízezreit, százezreit menti meg. Csodálatos, igen. Csodálatos ez, aki ezt így kitalálta, és akkor ezt, és pillanatok alatt megvan. Tehát, hogy én, amikor bementem a kórházba, várni sokat kellett, de amikor oda kerültem már műtőasztal, 20 perc alatt megvolt, és egy gyönyörű, hatalmas nagy képernyőn láttam azt, hogy hol van a szűkület. Az orvos mondta, hogy öregem, egy gyengecske órád volt vissza, mert hogy alig csöpögött már ott a vér, és pont azon a szakaszon, aminek nincs kollaterális ellátása, ezt úgy is hívják, ezt az ért, hogy ered, hogy özvegycsináló ér. Mert hogyha ez elzáródik, akkor nincs. Akkor beszédes szív, neve van, igen. Szívcsúcs szétrobban. És hogy hát ez akkor megint elindított, hogy ugye, hogy mi van itt, hogy hogyan itten, akkor ugye azt jelenti, hogy kap az ember egy, anyám meghalt 68 évesen, én voltam 68 éves, hogy kaptam egy ráadást, hogy akkor én nekem ezzel foglalkozni kell. Tehát te úgy élted meg, hogy ez az infarktus téged arra tanított, hogy kaptál egy ráadást, vagy egy új esélyt? Egy új esélyt, hogy összefoglaljam az életet. Összefoglaljam azt akár, amit ebből a szívinfarktusból át akarok adni az embereknek. Mert hogy
mert hogy összefoglaljam, hogy mi is az, amit át akarok adni, az, hogy fantasztikus az akut ellátás. Tehát csodálatos gépek vannak, ketyeg ott minden, és nagyon jó, 29 ilyen akut szívközpont van, ahol pillanatok alatt beteszik ezeket a katétereket, és megmentik az embereket, akik sorra haltak meg annak idején, egy 20 évvel ezelőtt. Tehát ez egy fantasztikus, de az utókezelés az már nem ilyen. Tehát az a hagyományos orvosi, tehát hogy nincs, meg hogy ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy oké, szívinfarktust kaptál, de ha ugyanúgy csinálsz mindent, mint korábban. Nem változtatsz, akkor jön a következő infarktus, és hát ezt tudjuk, hogy első, második, harmadik, negyedik meghal. Már nem negyedik van a kívül. Menjünk már egyel vissza, József, igen, kérlek szépen, hogy mit gondolsz arra, hogy hogyan lehet megelőzni egy infarktus? Mert most már arról beszélünk, hogyha egyszer érintett a dolog, akkor azt legyen egy elég nagy barack az ember fejére, hogy változtasson, de most beszéljünk egy kicsit arról is, és azoknak, akiket még nem érintett ez meg, hogy hogyan tudnak preventív jelleggel hozzáállni ahhoz, hogy ne is kerüljenek ebbe a helyzetbe? Hát ennek egy része azzal is kapcsolatos, amit utána kell csinálni, ebben az egyik legfontosabb. Ja, van egy közös metszet, oké? Persze, van egy közös metszet, az egyik legfontosabb az a sport. Tehát, hogy a mozgás, tehát, hogy, és akkor ezt mondom rögvest az utánra is, hogy én rögtön vettem egy szobabiciklit, nyomom minden nap. Az életünkbe el kell fogadni azt, hogy ahogy megyünk előre, egyre inkább elhízunk, egyre inkább az ereink elromlanak, és az ereinkkel a legfontosabb a szívünk szempontjából. Tehát a sport, az, és hála Istennek most már ugye a különböző konditermek és a gymek bejöttek, és hogy mennek a... Divatja van, de hogy kell, nagyon kell. És akinek nincs pénze rá, az, hogyha más nem csinál, vesz egy cipőt és fut nap, mint nap, az égtelenül fontos. Hadd meséljek el két dolgot. Az egyik, hogy a múlt héten kikerült beszélgetés, ebben a beszélgetés sorozatban az volt a címe, hogy használd a tested, vagy elveszíted. Igen. Tehát pont amiről most beszélsz, hogy milyen jó, hogy most behozod megint témába. A másik a személyes megélésem, hogy én 44 éves koromig nem sportoltam, igen, és képzeld el, József, hogy amikor most mondod azt, hogy veszel egy cipőt és futsz, ez olyan messze volt tőlem, mint Makú Jeruzsálemtől, hogy konkrétan felvettem egy sportcipőt, és azt mondtam, hogy futni ugyan még nem megy, de akkor elkezdek sétálni. És egy fél órát sétáltam, és képzeld, másnap reggel, amikor felébredtem, azt éreztem, hogy mint akit agyonvertek. Tehát semmi más nem csináltam, mint rendeltetésszerűen használtam a testemet, és igen, egy fél órát sétáltam. De annyit ülőmunkát végeztem, annyira ellustultam, annyira elkényelmesedtem, hogy a fél óra séta is. Tehát most csak arra mondom, hogy aki esetleg hasonlóan hozzám az elmúlt években, most kortól függetlenül elhanyagolt a mozgást, és nem volt része az életének, ott lehet, hogy döbbenetes szakadékként tekint erre, amikor azt mondta, hogy fussak, hát az első emeletre nem bírok felmenni, hogy akkor én azt javaslom, ha te is egyetértesz, akkor lehet érdemes onnan közelíteni, hogy először is a sétát tegyük az épület körül, a tömböt megkerülni, vagy bármi most az életünk részévé. Így van. A fokozatosság elve miatt. Abszolút. És az első ugye a séta, és utána át lehet térni arra, hogy séta, futás, váltakozva. Tehát elmegyek a Margit szigetre, sétálok először 20-30 napig, aztán utána megpróbálom azt, hogy séta és futás, és hát azért is érdekes ez, mert a szívinfarktus után nagyon, tehát hogy én alig tudtam elvánszorogni Balatonfüreden a vonattól a kórházig, a rehabilitációs intézetig, és hát utána kezdődik a fölépülés, mert hogy de ez ilyen szépen lassan megy. Tehát a nagyon-nagyon-nagyon fontos visszahozni, nem is visszahozni, hanem megelőzést kérdeztet, hanem behozni az életünkbe a sportot. A magyar lakosság elhízott. A magyar lakosság, ezt tudjuk, átlag életkora 10 évvel alacsonyabb mondjuk a japánéval. 10 évvel? 10 évvel, igen. Nagyon rosszul állunk. Étkezés nagyon fontos. Tehát, hogy ugye én egy részint paraszt családból származok, én úgy ettem a hurkát, kolbászt, hogy hurkával, kolbásszal a kenyér az.
Tehát az se jó. Tehát, hogy nagyon érdemes odafigyelni az étkezésre. És hát kezdettől fogva, vagyis nem kezdettől fogva, hanem folyamatosan kell figyelnünk a pszichés dolgaink feldolgozására. Tehát, hogy a szívünkre, és itt jön majd később, akkor igen, beszélünk a szívkoherenciáról, a negatív gondolatok, a negativitás, az égtelenül, kimutathatóan, EKG-val kimutathatóan rosszul hat, és ugyanilyen jól hat, vagyis hát legalább ilyen jó hat hatnak a pozitív gondolatok. Tehát, hogy megfigyelni, hogy hogyan vagyunk a világban, hogy mik a fontosak számunkra. Ugye te például a pácienseidnek nem írsz fel gyógyszert, mert azt mondtad, hogy nagyon erősen hiszel az öngyógyító képességünkbe. Most egy olyan világban, ahol 5 méterenként jön velünk szembe a gyógyszerreklám, nem kapsz emiatt támadásokat, vagy nem ütközöl ellenállásba, akár felhasználó oldalról is, hogy azt mondja a páciens, hogy már pedig nekem én gyógyszert akarok, mert ez a biztosabb út? Nem, ilyennel nem kell küzdenem, mert hogy egyre több olyan ember van, mint én, aki nem a gyógyszerekbe hisz, hanem abban, hogy a pszichoterápia az, ami nagyon sok embernek meghozza a jólétét. És hát itt választási lehetőség van. Van, aki elfogadja a gyógyszert, volt olyan kliensem, akinek az apja pánikbetegségre gyógyszert szedett, ő meg nem szedett gyógyszert, és pszichoterápiába járt, és akkor egymást cukkolták. Tehát, hogy itt azért van egy szabadság, és egyre többen jönnek most már úgy, hogy ő azért jött, hogy nem gyógyszeresen akar. Tehát ez a tendencia? Én azt gondolom, hogy ez a tendencia, és hát látszik a világban, hogy nem annyira elharapózott ez a, hogy mindenre gyógyszert, tehát, hogy fejfájásod van, akkor azonnal szedjél gyógyszert, miközben ha iszol egy kis vizet, dehidratáltá válsz, akkor már Igen, azonnal elmúlik a fejfájás, és hogy nagyon sok olyan dolog vész el így, amit magunk meg tudunk tenni, és az emberek érzékenyek már arra, hogy mit tudok én magam tenni magam. A személyes felelősségvállalás, ide akartam kanyarodni, hogy a kettő között szerintem az feszül, vagy helyezkedik el egy kicsit direktebben, hogy én, te mondtál egy erős mondatot, hogy te is benne voltál abban az infarktusban. Tehát, hogy amikor elkezdtük a transzgenerációs örökségektől, az édesanyáddal való döbbenetes, hogy azonos korban éltétek meg mind a ketten, ezt ugye ő sajnos nem is maradt itt, te hál' Istennek itt beszélgetsz most velem, tehát további feladatokat, lehetőséget kaptál, hogy te fogalmaztál az élettől, de ott a személyes felelősség egyet annak a felismerése, hogy én. És akkor utána térhetünk oda, hogy egy önreflexióval, egy önreflektív képességgel elkezdjen vizsgálni, ez már lehet egy átvezetés is egyébként ez a nagyon izgalmas témához, amivel szintén foglalkozol, a szívkoherencia, hogy ott megvizsgálni az én élethez való hozzáállásomat, a negatív, pozitív aspektusokat, hogy, és itt mondtad azt, amikor egy kicsit udvariatlanul szabadba vágtam, hogy ez kimutatható, hogy a negatív gondolatok és a pozitív gondolatok között akár EKG-val is, hogy milyen óriási életfunkcióbeli különbségek fedezhetőek fel. Mi az alapvető, mi a szívkoherencia? Mit hívunk így? Azt megfigyelték, vagy megfigyelhették mindenki, hogy két szívdobbanás között az idő az nem mindig azonos, tehát hogy nem azonos idő telik el, és hogy bizonyos állapotokban ez a két szívdobbanás között, illetve a szívdobbanások közötti idő, ez úgy alakul, hogy ilyen kaotikussá válik, össze-vissza ver a szíve, amellett, hogy megmarad azért nem még betegség szinte, de inkoherensé vagy kaotikussá válik a szív. Ugyanakkor meg megfigyelhető az, hogy máskor pedig
megmarad ez a dolog, hogy két szívdobbanás között különbség van, de hogy ebbe a különbségbe egy ritmus alakul ki, valamiféle szabályos minta alakul ki, és ezt nevezik koherenciának. Tehát, hogy annak ellenére, hogy van ez a különbség, hogy kialakul egy szabályosság a szívműködésben. És ez a koherencia. Ez egy másik véglet ennek a dolognak, hogy amikor már teljesen beáll, így, hogy ritmusosan ver, az szintén betegség, a halál előtt szokott ez lenni, hogy tak, tak, tak. Tehát egy elvész, ugye ez a dolog, hogy ugye a saját légzésünk is ezt megfigyelheti bárki, hogyha belélegzik, szépen lassan, akkor lelassul a légzés, a kilégzéskor pedig fölgyorsul, ez is ehhez tartozik. Tehát koherenciának nevezzük, amikor ebbe az eltérésekben van egy ritmus, van egy koherencia, egy szabályosság. És ezt azt úgy találták, hogy ez összefügg azzal, hogy mi van az ember életében. Megnézték, hogy ha pozitív dolgokra gondolunk, akkor mi hogyan alakul a szívritmus. Ennek kifejlesztettek egy kis gépet, ami méri ezt a koherenciát. És azt tapasztalták, hogy az történik, hogy veszek egy jó még akkor is, hogyha valami nagy stresszbe vagyok, két nagy levegő, lassabban, mint én, csak nem akarom ezzel húzni az időt, kiengedem, és aztán elkezdek gondolkozni, hogy milyen pozitív dolgok vannak az életemben, hogy van, mint van, és jönnek a pozitív dolgok, jönnek az örömök. Elképzelem azt, hogy oda szívom a levegőt a szívem környékére, elképzelem, hogy a szívem, mint egy picike gyerek, örömmel fogadja ezeket a pozitív gondolatokat, és lubickol ebbe a pozitivitásba, amit ott a levegővel oda szívok a környékére, és hogy egyre inkább kialakul egy ilyen szép, ritmusos szívműködés, egy koherens szív. Miről most beszélsz, annyira megint úgy látom, meg is könnyezed egy, tehát így elérzékenyültél, én ezt érzékelem minden most, hogy tényleg annyira ráhangolódtál erre. Én egyszer készítettem egy szívmeditációt, egy meditatív állapotban, képzeld el, megjelent bennem egy olyan kép, hogy a testünknek a sok-sok milliárd sejtje a szívünket elindul, mint egy ilyen kis manók elindulnak a szívünk felé, és azért a szándékkal, hogy átöleljék itt több milliárdan a szívünket, és meggyógyítsák, így megnyugtassák. És elkezdtek potyogni a könnyeim, mikor az megjelent, és utána csináltam is ebből egy meditációt, egyszerre tréningen, egyébként elérhető itt a YouTube-on is ingyenesen, és a tréningen, ahol ezt nem a legjobb a minősége, mert nem azért készült, hogy ezt így a YouTube-ra feltegyük, hanem hogy ott megéljük. És József a 80% az ott révőknek patakokba könnyezett, tehát olyan szinten rá tudunk hangolódni erre az energiára, amit most neked is láttam megjelenni a szemed tükrében, hogy így megérinti az embert, hogy ha erre ráhangolódik, hogy milyen finom és milyen szép is tud lenni. Egy nagyon erős mondatot találtam itt a jegyzetemben, ami a hozzád kapcsolat, hogyha az ember félelemben él, akkor tönkreteszi a szívét. Tehát, hogy ami ez a negatív oldal. Most hál' Istennek te a pozitívról beszélsz, de így fedi le a teljes vertikumot, hogyha megnézzük azt is, hogy a félelem az inkoherenciát, az hogyan fokozza, ez össze-vissza kalapálás, hogy ilyen szabálytalanok lesznek ezek a bizonyos szünetek, amiket mondtál, és hogy milyen szépen kisimítható a légzéssel, különböző mindfulness technikákkal, különböző meditációs technikákkal, és szerintem ez csodálatos. Így van. És hogy amiről eszembe jutott a kis Manóról, hogy gyerekeknek tanítható ez. Tehát egy kicsikét átalakítva ezt a dolgot, hogy képzeld el, hogy ott van egy kis Manócska, és jön is, ahogy lélegzel, oda tereli a levegőt a kis Manócska a szívedhez, és ellátja szeretettel a szívedet, és hogy a gyerek úgy nő föl, hogy megtanulja előidézni a szívkoherenciát, és azt lehet mondani a gyereknek, hogyha félsz a suliban, és hogy baj van bármi, nem jut eszedbe valami, akkor képzeld el, hogy ez a kis Manócska megint ott megjelenik, és elkezdi ápolni a szívest, és hogy a gyerek mihelyest el tud távolodni a félelemtől,
kreativitásra fokozódik. Tehát, hogy ez nem csak arra szolgál, hogy a szívem nem fáj, meg nem, hanem hogy az egész életemre kihat. Ez biztos már a hallgatók is tudják, vagy a nézők is tudják, hogy mostanában egyre inkább azt mondják, hogy nem az agyunk a létezésünk központja, hanem a szívünk. A szívbe és a szívből sokkal több információ megy, mint az agyba és az agyból. Tehát csak másfajta információk, nem idegi információk, bár ugye hát tudjuk azt, hogy az agynak és a beleknek is van idegrendszere, tehát idegsejtek vannak, és hogy kisagynak nevezik a szívbe lévő kis agyi dolgokat, és a bélbe is kisagyak vannak. Tehát, hogy ott is, tehát a belünkeink és a szívünkkel is tudunk beszélni, és hogy sokkal fontosabb ezzel törődni, ezzel a szívvel foglalkozni, a szívünkkel foglalkozni, mint hogy csak a fejünkben lenni. Egy barátom mindig azt mondta, hogy olyan agyas ez a világ, hogy az már fájdalmas. Én úgy szerettem a magyar nyelvet ízlelgetni, amikor azt mondom, hogy az a másik embernek mondjuk segítek valamibe, és ő ezt megköszöni, akkor nem azt szoktam mondani, hogy eszesen vagy agyasan, hanem hogy szívesen. Igen. Ez olyan beszédes, hogy tényleg, hogyha az ember innen nyújt, innen akar, akkor egy olyan egységet alakít ki, ami a szervezeten belül megtörténhet, a sejtjeink között, az így a nagyobb egészben így köztünk is. Én azért imádom ezeket a programokat, amikről az előbb is beszéltem, mert hogyha az ember egy kicsit kiszakad ebből a vírusverte információ áradatból, akkor sokkal jobban rá tud hangolódni a valódi lényére, és akkor sokkal jobban megélheti ezt a fajta koherens működést a saját szervezetében, saját szívében, illetve a környezetében is az egység élményt adhat. Szerintem ez olyan csodálatos. Igen. Viszont azt gondolom, hogy amikor az ember benne van egy ilyen örvénybe, ugye beszéltél arról is, hogy ez egy spirálszerűen működik, akár a negatív, akár a pozitív irányban, hogyha egy negatív gondolat fűzér elindul, akkor könnyen az ember a lejtőn találja magát, és azt érzi, hogy a negatív gondolathoz kapcsolódik. Még egy negatív, és akkor így beforgatja magát, és akkor jössz te vagy én, akik azt mondjuk, hogy de hát vegyél elő egy szép emléket. Gondolja arra, hogy mennyi minden jó dolog történt az életedben, és akkor bocsánat a kifejezésed, de a minimum, hogy azt mondja, hogy anyádat. Tehát, hogy amikor nem látod, hogy milyen szörnyű az élet, nem látod, hogy mennyi tragédia van, ne gyere nekem itt ezzel a pozitív hülyeséggel, mert magam se tudom, hogy mit csinálok. Azért hozom így az ördög ügyvédjét, mert azt szeretném, hogyha még egy kicsit maradnánk ennél a témánál, akár az élettani hatásait alapul véve, vagy bárhogyan is, hogy igenis akkor is az a cél, hogy az ember, mint egy lemezjátszóra egy rácsap, és akkor a tű az átkerüljön a pozitív zeneszámokhoz, hogy erre tudjon koncentrálni. Nem elfolytva a negatív érzést, mert ugye ez is egy tipikus ilyen darásfészek, hogy nem kell elfolytani negatív érzéseket, hanem a koncentrációt átállítani arra, hogy mennyi pozitív dologra koncentráltunk. Igen, hát itt nem, nyilván nem azzal kell kezdeni, hogy a pozitívra gondolkozni, mert ugye ilyenkor abban van, hogy a szív is, vagy az egész rendszerünk a gázpedálon van. Ugye úgy működik, hogy a autonóm idegrendszerünk a gáz és a fék. A gáz és a fék. Tehát, hogy azáltal, hogyha egy ilyen felfokozott állapotban vagyunk, akkor a gáz van a lábunk. És akkor azt mondani neki, ahogy mondod, hogy gondolj valami szépre, miközben a lábad a gázon van, akkor az nem működik valóban. De ha azt mondod neki, hogy oké, akkor tegyük azt, hogy két nagyon-nagyon mély levegőt veszel, és bent tartod egy picikét, és kiengeded, akkor már azt csinálod, hogy rálépsz a fékre, tehát belép a paraszimpatikus idegrendszer, ami lassít. És amikor lelassul ez a rohanás, akkor már lehet azt csinálni, hogy oké, akkor menjünk úgy tovább, hogy gondolsz pozitív dolgokra. Oké, hogy itt vannak ezek a borzasztó nehéz dolgok, de hogy úgy tudod ezeket igazán megoldani, hogy hogy megteremted hozzá a légkört azáltal, hogy pozitív vagy, és nem a negatívba mész. Akár ezzel a
A mostani Covid-dal én nagyon nem szeretem, és én ki is kapcsoltatom a tévét a klienseim, vagyis javasolom, hogy kapcsolják ki, én magam kikapcsolom. Rosszul hat a szívemre. Tehát ez a sok negativitás, ez, hogy az, hányan haltak meg, meg hányan, stb. Ezt ki kell kapcsolni, és hogy rá kell lépni sokkal inkább a fékre, és ezt keresni ebbe a szívkoherencia dologba. Maga, én feltettem egy videót arról, hogy valaki egy, ez a Joe Dispenzának a videója, aki azt beszámol egy kliensről, aki rendkívül rossz állapotban volt Covid-tól, és aztán elkezdett nagyon gyorsan javulni, és nem értették, hogy mi történt. És akkor elmondta, utána meginterjúvolták meg, hogy az történt, hogy valami folytán, borzasztó rosszul volt, hogy elkezdett így, valami jött, és csodálatos élményei jöttek. És érdekes, hogy megvolt a vére a dolog előtt, meg utána is. És amikor levették a vérét azok után, hogy ezen túlment ezen az élmény, ilyen, akkor kiderült, hogy elpusztítja a Covid vírusokat. Tehát, hogy a Covid-nál is sokkal fontosabb az, hogyha arra tudok gondolni, hogy mi, hogyan tudok, ha belekerberedek is, hogy hogyan tudom, hogyan a csodálatos sejtjeim, a csodálatos rendszerem, a csodálatos immunitásom, amit még ráadásul egy kicsikét meg is erősítek, egy kis D-vitaminnal, meg egy kis zellerszár, turmixal, meg mindenféle futással, meg tornával még megerősítem. Hogyan tudják ezek kivédeni ezt a dolgot? Tehát sokkal többet használ az, mint ez a félelemben tartás. Tehát, hogy ez mindenképpen ide is jól jön a szívkoherencia, hogy... Abban a csodában van részem, hogy én a Joe Dispenzától személyesen tanultam Mexikóban, igen, és ott láttam ezeket a változásokat, nem a Covid kapcsán, de tényleg voltak olyan csodába határos módon történő, ugye egy hét intenzív befele figyelés a szívkoherenciót, rengeteg kísérletet adott, ugye ők elektródával mérik, a nem minden résztvevőnek, tehát az első sorokban, akik önként jelentkeznek erre, és a hét napot folyamatosan jegyzetelik, és mutatják utána ennek a summary-ét, vagy az összegzését, hogy milyen típusú változások történtek, és ugye a másik csoda az meg a Bruce Liptonnal volt lehetőségem interjút készíteni, aki hasonlóképpen arról beszél, hogy gyakorlatilag egy olyan impulzus, amikor te beengeded ezeket az információkat, 5 órára kapcsolja ki becslések szerint az immunrendszeredet. Tehát gyakorlatilag egy nyitott kapu lesz a szervezeted minden betolakodóval szemben, és ez szerintem egy fontos elgondolkodható dolog lehet. Akár azért is hozom szóba, mert a készülőkönyvet kapcsán, hogy ott, ha jól tudom, akkor írsz arról is, hogy az a szívkoherenciához való eljutás, ez fejleszthető tudatossággal, gyakorlással, odafigyeléssel, tehát mély lélegzetekkel, hogy igenis ez lehet, hogy valakinek, mondjuk ugye beszéltünk az 50%-ban a üres a pohár, úgy látom, de ott a másik 50%, amire nekem lehet hatásom, tehát hogy igenis érdemes ezzel foglalkozni, és számtalan esettanulmány, számtalan olyan pozitív példa van előttünk, ami ezt alátámasztja. Egyébként a te személyes példád is, hogy honnan jöttél vissza, ugye meg sem merem kérdezni, mert mint abból szempontból inkább szívesen megkérdezem, hogy hány éves vagy, mert ugye 68 évesen kaptad az infarktust. És hát most... ez egy éve történt. Oké, de én nem is gondoltam volna, hogy ennyi idős vagy. Tehát, hogy... Köszönöm szépen, már érdemes volt eljönni. Őszintén mondom, tehát így lehet, nem tudom, a kamerákon hogy látszik, vagy mint látszik, de a kisugárzásod, az élethez való szemléleted így sugárzik belőled ez a fajta nyugalom, ez a fajta pozitív életszemlélet, tehát azért az érződik az emberen. Úgyhogy ez szerintem mindenképpen egy üdvözítő dolog. Mi az, amit még esetleg így a szívkoherenciához, vagy akár a transzgenerációs örökség, vagy az infarktus ív, amin most a három téma végmentünk, esetleg zárszóképpen szívesen hozzátenném, mert lassan lejár az időnk, csak a forgatás szempontjából használom ezt a szimbólumot.
van-e bármi, ami még hát még egy dolog nekem nagyon sokat segített, ugye arról beszéltünk, hogy sokáig nem tudták a traumákkal mit kezdeni, akármilyen traumával igazándiból hatékonyan, és hogy a 80-as, vagy 80-as években jött egy hölgy, aki behozta ezt az EMDR-t, ez egy Eye Movement Desensitization and Reprocessing-nek a rövidítése. Tehát egy ilyen olyan szemmozgást idéznek elő, amely az alvás közben is megjelenik a REM fázisban, ezt sokan már ismerik, és ezzel meg lehet közelíteni a letokolt traumákat, és felszínre lehet hozni, és át lehet alakítani. Én ezen mentem át a szívinfarktus után, és szerencsére olyan sokan keresik már, hogy nem lehet bejelentkezni egy EMDR terapeutához. És nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy egy ilyen trauma után, mert a szívinfarktusnak ugye az egy nagyon nagy trauma, és hogy én bennem is ott volt, állandóan figyeltem magam, hogy hú, ez megint jön a szívinfarktus. És hogy arra is rosszul hat, ugye sokszor az orvosok jó szándéka, de hogy bennem, amit ott hallottam Balatonfüreden, megmaradt az, hogyha valakinek elkezd fájni a mellkasa, azonnal hívja a mentőt, ne menjen a közé. Hányszor fájt nekem azóta a mellkasom? Mindannyiszor hívtam volna a mentőt, de hogy ugye ilyenkor az ember nagyon szenzitívvé válik egy trauma után, rendkívül. És hogy ebbe ez az EMDR, ez rendkívül sokat segít. Tehát, hogy kiszedi az összes traumát, és megtisztít ezektől a traumáktól. És gyönyörűséges az egésznek a medete, tehát megközelíti a traumát, és hogy hogyan tudjuk ezt átalakítani. A magyar Máté Gábor fantasztikus. Vele is készítettem interjút. Fantasztikus ember, és nagyon tetszik az a cím, amit ő adott a traumával való foglalkozás, hogy wisdom of trauma. Tehát, hogy nem a félelemet hozza, hanem milyen bölcsesség rejlik a traumába, és ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Mert hogy akármilyen nehéz trauma, ki tudunk jönni belőle, csak nagyon-nagyon kell vele foglalkozni, és megtaláljuk a bölcsességet a traumába. Az egyik kliensem úgy ment el, hogy azt mondta, hogy a sebem lett az ékszerem. Fú, de szép ez. Ha egyet értesz, akkor ez lehet egy gyönyörű végszó is. Ha igen, akkor csak megköszönni tudom, hogy itt voltál most velünk, és jövőben is várunk majd akár ebben a témában, meg a könyved kapcsán, hogy milyen irányba mennek a további felismeréseid. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Nektek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Itt most bennem ennek a koherens megnyilvánulása érzelmi szinten, ami megjelent, az a hála. Ezek a nagyszerű emberek, most tényleg felidéztem, hogy tényleg csak egyetérteni tudok személyes tapasztalat alapján, és hogy a dr. Máté Gábor milyen csodálatos ember, és hogy a kamerákon kívül is képzeld el, József, hogy felvetette, hogy beszélgessünk, és hogy örömmel folytatná. Végtelenül jó érzés volt, hogy az ő bölcsességében merítkezhettem, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ez a online felület, ez lehetőséget biztosít arra, hogy ilyen nagyszerű beszélgetésekhez férjünk hozzá, mint a mostani, vagy akár a Máté Gáborosat is megtaláljátok itt, majd megkérem a kollégákat, hogy a leírásba is tegyék be, illetve a kereső segítségével is eljuthattok hozzá. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok neked, hogy itt voltál velünk, és nagyon hálás vagyok nektek a figyelmetekért. A jövő héten újra jelentkezünk addig, és minden szépet és jót nektek, is iratkozzatok fel ide a csatornára. Köszönjük nektek, és köszönjük neked, József. Köszönöm a lehetőséget.